spills the water that he just mopped all over the stage. Still gotta be slippery. Yeah, because that could be. I know. No, why? I should start. Why would I do that? By rolling, she means, are you on ecstasy? Can you turn off the sound? Or do you need the sound? Yeah.
megértük. Az esőt pedig integetik neki, hogy elfelel. Egy kicsit fog csurogni, de nem csak. Kedves vendégek, cserkészszülők és cserkész testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit az 58. cserkésznapi bemutatónkon. Glóbics Mihály vagyok, és a 14-es cserkész csapathoz tartozom, mellettem pedig Walter Anuska, a 34-es számú cserkész csapattól. A mai programunkban fiatal cserkészeink bemutatják ügyességeiket. Előző számunkban a regős csoport előadott egy rimóc táncot. Rimóc faluját a Palóc Népművészet központjaként tartják számon. Magyarország északi részén találjuk, Nógrád megyében, a szlovák határtól néhány kilométerre. A regős csoport innen származó koreográfiáját 2011 nyarán tartott magyarországi, kárpátaljai és felvidéki körútján tanulta, amikor a Palócföldi kazárfaluban tartózkodott. Viseletük részben eredeti rimóci, részben saját készülés készült. Maga a táncrend egy lakodalmat idézett elő, kezdetén a vőlegény szülei keresték a mennyasszonyt. Miután rátaláltak a mennyasszonyra, a falu lányai énekszóval meghívták a falu népét a lakzira. Míg a mennyasszonyt beöltöztették, majd kört táncoltak. A legények sarkantyússal lesöpörték a lányokat, amit egy páros lassú és friss csárdás követett. Végül marssal vonult le a lakodalmas nép a színpadról. Dear guests, parents, and scouts, on behalf of the Cleveland American Hungarian Friends of Scouting, welcome to our 58th annual Hungarian Scout Festival. My name is Walter Anna Maria, and I'm a member of Girl Scout Troop 34. In our first number, the Hungarian Scout Folk Ensemble performed a dance from the village of Rimóc. The village of Rimóc in the northern Hungarian county of Nógrád is commonly accepted as the center of the Palóc people's folk arts. The ensemble learned this choreography on its trip to Hungary, Ukraine, and Slovakia 2 summers ago. Their costumes are a combination of original Hungarian pieces from Rimóc, as well as pieces the ensemble's members made themselves. This choreography was set in the context of a village wedding, starting as the groom's parents searched for the bride. Upon finding her, the village girls invited the villagers to the wedding reception and song. Meanwhile, they dressed the bride in her wedding finery, a girl's circle dance followed, after which the lads showed off in the sarkantyús, or spur dance. Then the dancers paired off into couples for the slow and fast chatbash. At the end, the dancers exited off the stage to the sounds of the Mars or the March. Fogadják szeretettel Lendvai Linker Imrét, a külföldi magyar cserkész szövetség elnökét, aki New Jersey-ből jött hozzánk. Please welcome Mr. Lendvai Linker Imre, President of the Hungarian Scout Association in Exteris. He traveled from New Jersey to be with us today. Köszönöm szépen. Először egy pár szót angolul. Ladies and gentlemen, I was told I have 15 minutes to talk. I am not going to use a minute of that because I'm as wet as you are. So I would like to thank you for coming and for supporting us. And I'd like you to come back next year when I will give the 15-minute talk. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönjük a támogatást. Ahogy angolul mondtam, rövidre fogom fogni a mondani valómat, mint hogy csöpög az eső, sokkal fontosabb, hogy a cserkészek bemutassák a tudásukat, mint hogy én itten szónokoljak. Köszönöm szépen, hogy támogatják a helyi cserkész csapatokat, és kívánok mindenkinek további jó szórakozást. Köszönöm szépen! A cserkésznapra és a regős csoport novemberi nagy szereplésére izgalommal készülnek a kis cserkészeink. Egy moldvai táncot adnak elő. A moldvai csángok Erdélyből
Származó magyarok, akik a Kárpátoktól keletre a Baszki megyének. I'm going to be on a little bit. Gyorsan énekeljünk egy süstel napot. Megkérném, hogy 1, 2, 3. Köszönjük szépen, és most szívesen várjuk kis cserkészeinket. The dances that the Cub Scouts and Brownies are bringing to you are still alive and well in the Hungarian region of Moldova, which is just beyond the Carpathian Mountains in Romania. The people of this region speak archaic Hungarian, and their dances reach back to many centuries. The blue printed skirts you'll see reflect a national costume of the Hungarians, and the red skirts were also made by the folk ensemble's first generation of Regőse. I'm just protecting my camera. What? Where's my camera? What's so funny? Oh, there she is. Honey, there's a poncho right next to you. Where'd Dave go? Oh, there you are. Ponchoing it up. Heck yeah. Are they fabulous? These are from the Celtic Festival. Yeah, I know. This will try. Yeah. Hmm? Actually, I'm very happy. Yeah, things will try. That's all you care about. You okay, Mom? Yeah. Whoa. It's not raining. Oh, come on. Yeah, but it was, my field of view was... Yeah, I know, I understand. Yeah, well, I heard you last time. Compromised. Thank you.
Most következik a tombola nyertesei kihirdetése. Megkérem Horváth Mihályt, hogy jöjjön fel a színpadra. Sok sikert kívánunk mindenkinek! We welcome Mr. Michael Horváth to come to the stage and announce the names of the raffle winners. Good luck to everyone. Ta-da! Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, a tombolára a sorshúzást az percekkel ezelőtt itt megcsináltuk a színpad mellett, hogy gyorsabban be tudjuk jelenteni nyerteseket, hogy visszatérjünk a programhoz, még esetleg lesz még egy eső, de elég tisztának néz ki arról. Ladies and gentlemen, we're going to do our raffle now. We drew the tickets just moments before on the side stage with three witnesses, and I will announce the winners now instead of doing the drawings here so we can get this done quickly. The grand prize winner of a Westinghouse 40-inch LED TV, courtesy of an anonymous supporter of the Hungarian Scouts, goes to an R. Kogh, Kauf, K-E-O-U-G-H. If you're here, yell. If not, we'll call you and we'll take care of it for you. Our second prize is a $300 gift certificate for any item at the Cleveland Outlet store of Danny Vague's. The prize is courtesy of Danny Vague. The $300 gift certificate goes to Zoltan Pop. Third prize is from Jewelry Art, a $200 gift certificate towards any item in the store, courtesy of Georgiana Boetisch and her daughter Barbara Johnson, Barbara Boetisch Johnson, owners. Jewelry Art is in Hudson, Ohio, and not only do they have beautiful custom jewelry, but also porcelains, head end and jewel knives. And the winner of that is an Ernest Sharoshi. Ernest Sharoshi, winner of the gift certificate. Fourth prize is a $150 gift certificate for lunch or dinner at the Balaton restaurant on Shaker Square. Now, if you've ever eaten at the Balaton, they have huge portions. $150 will go a long way. It'll feed a large family. If the winner doesn't have a large family, I'm available. You can invite me. The winner is Buda Laszlo. The fifth prize from Young's Jewelry, a $100 gift certificate towards any item in the store, courtesy of Olada Shoymushi and his son, Olada Shoymushi Jr., located on Puritas Avenue. The $100 gift certificate goes to a Tokach. That's all that's on the ticket is Tokach. And I know there might be a number of Tokach, but we'll call the appropriate Tokach for that prize. Sixth prize is a $100 gift certificate towards any item in the store on their website from New York Pinza, who had one of the tents up there with all the t-shirts. They had lots of t-shirts there. So you could buy $100 worth of items there. And that $100 gift certificate, sixth prize, goes to Bela Kerkoy. You're the only one here so far. One, stand up, take a bow. Thank you. Seventh prize is from Magyar Marketing, a beautiful large gift basket full of many items representative of Hungary, including those two beautiful shot glasses with the Hungarian coat of arms engraved in them. Total retail value of $75 or more from Elizabeth Szabó-Vos. You could also check out Magyar Marketing on their website at magyarmarketing.com. The winner of that prize is Karol Kiriak. Karol Kiriak. I know who that is, and he's a good supporter of the Scouts, too. Eighth prize, Cleveland Indians souvenir gifts and promotional items from the great Cleveland Indians baseball team. Did they win today? Anybody know? Yes. They won. 4-0. All right, go Tribe. The winner of that prize is Ildikó Bakos. Ildikó Bakos. The Dobos tort and the walnut tort from Transylvania Bakery Shop, home of the Kürtös Kalash, where they were baking them in the corner, courtesy of baker Lajos Mezősi. The two prizes goes to Michelle Bakoin and a Mojan. Terry Mojan, it looks like, Terry Mojan. My ink has run. I think there was some rain earlier. And last but not least, this beautiful bear, Pony the Panda. That goes to Pohanchek.
And I believe that's the family that comes here for many years now, 30 plus years. They're the first ones here to find a prime spot from Buffalo. So congratulations to them for winning this bear. I ain't taking that bear to Buffalo. They'll be back next year. I'll give them their bear. Thank you all for supporting the Hungarian Scouts. All this money, all the funds that came in for this raffle will go to capital improvements at the Sikshandor Cherkész Park in New York, which is our large headquarter park where we do all our leadership training, and our summer school is there. If you have little kids who'd like to learn Hungarian, know more, they have to know Hungarian, but they can learn more about their culture in a camp setting where they have a lot of fun and activities too, besides doing their schoolwork, that would be the place to bring them. So thank you very much for your support, and thank you. Please support all the sponsors who help with this raffle. Köszönjük szépen! A 14-es számú Görgei Artúr fiú cserkész csapat tagjai egy somogyi botolót járnak. Fogadjuk szeretettel! The Boy Scouts of Troop 14 will present a shepherd's dance from the Somogy region of Hungary. In the old days, the shepherds had to fight off wolves and other prowling animals while herding the sheep. In their long days, they would dance and fight with their shepherd staffs, as you will see in the following dance.
ettől féltek a törökök is. Hát csak meg akarom jelenteni, aki nyert nyereményt a sáton, ahol volt a tomba, ott lehet felvételezni. Anyone who won a prize and is still here tonight, you can pick up your prize at the raffle ticket tent after the flag lowering ceremony. Thank you. Engedjék meg, hogy bemutassam Tábor Beát, a Clevelandi Cserkész Barátok körének elnökét. Please allow me to introduce Tábor Beá, president of the Cleveland American Hungarian Friends of Scouting. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Értékeljük, hogy eljött mindenki a cserkésznapunkra segíteni, támogatni ezeket a cserkészeket, regősöket, akiket itt lehet látni, bemutatni a tudásukat. Én is rövid leszek, mert éppen megint fölöttünk van egy felhő. I'd like to thank everybody for coming today to spend the day with us, to help us support scouting in Cleveland, to support these scouts that you have been seeing performing. We really appreciate your coming today. Szeretném, most nekem jut az a megtiszteltetés, hogy egy csodaszarvas díjat osszak ki egy olyan személynek, aki évtizedek óta szorgalmasan, állandóan dolgozik a cserkészet javára, sőt, most is a konyhából húztuk ki. Magyar Erzsi néni. És külön kellett szólni neki, hogy jöjjön ide, mert különben dolgozott volna továbbra. Szeretném felolvasni az csodaszarvas díj szövegét. A Cserkész Barátok köre hálás köszönetét fejezi ki életre szóló, eredményes cserkész munkádért a clevelandi magyar cserkészek érdekében. Több évtizeden át szolgáltál, mint 34-es Leány Cserkész csapat szervező testületi elnök, Cserkésznap és Cserkész ebéd főkonyha vezető, CBK jegyző és a központi kis cserkész mintatábor parancsnoka. Erzsi néni, köszönjük a sok munkádat! És köszönöm úgy szintén azoknak, akik mind segítettek nekem, mikor úgy nézett ki, hogy nagyobbat haraptam, mint amennyit meg tudok látni. De a cserkészetért dolgozni érdemes volt, és remélem, hogy még tovább fog folytatódni, még akkor is, amikor ott szabad egy kis dédunokám, azoknak az unokái is cserkészek lesznek. Köszönöm szépen mindenkit! Még csak egy bejelenteni való van, hogy ha valaki elveszítette egy gyűrűt, azt nálam keresheti. If anyone lost a ring, I have it. It's A 34-es számú Zrini Ilona Leány Cserkész csapat tagjai egy leány körtáncot adnak elő, amely Bátából ered. Sárköz tájegységnek egyik faluja. A tánc már több évtized óta nem változott. A lányok népviseleteit az első generációs regős cserkészek készítették. The circle dance that the members of the Girl Scout Troop 34 will perform originates from the region of Bata, which is a village in the Sárköz region of Hungary. This authentic dance has not changed in decades. The girls' folk costumes were made by the first generation of Regős Scout dancers. It has a kid. Thank you.
14-es számú Gőgei Artúr és 34-es számú Zrínyi Ilona cserkész csapatot tagjai sokat táboroznak, portyáznak és kirándulnak. Ezen kívül mindig szeretettel várnak új tagokat. Ismer valaki a közönségben egy olyan fiút vagy lányt, aki 4 évesnél idősebb és beszél magyarul, de nem cserkész? Akár 15 éves korig is lehet elkezdeni a cserkészetet, sose túl késő. Mi mindent kap a gyermek a cserkészettől? Hasznos lesz neki az egyetemi felvételinél, mert olyan diákokat keresnek az egyetemek, akik nem csak sportolók vagy zenészek, hanem akik ápolják kultúrájukat, szolgálnak egy közösséget, és más képet festenek, mint a többi amerikai gyerek. Ezen kívül az életben is óriási előnyei vannak a cserkész tapasztalatnak. Talpra esettség, magabiztosság, magyarság. Ezeket fejleszti a cserkésztábor, meg a cserkész kirándulás. Jöjjenek a fiúk és leányok! Nem zárt körű egyesület vagyunk, hanem mindig várunk új jelentkezőket. Péntekeken tartjuk a Vesz 25-ös utcai piac melletti, Szent Imre melletti lévő cserkészházban az összejöveteleinket. Gyertek, gyertek, új gyerekek! Nem csak elsősegélytudásból, tűzrakásból és táborozásból áll a cserkészet, hanem, mint az előbb látták, kulturális néphagyományainkat is ápoljuk. Mindig várunk új gyermekeket. Köszönjük! A Kükölő mentei tájegység Erdélyben található, a Kis Kükölő szakasza, amely völgyének torkolatától egész Székelyföldig húzódik. Itt találjuk Magyar Lapád községét és Lőrinc Réve falvát, ahonnét eredő táncrendjét mutatja be a regős csoport. Kükölőmentei táncrendünk a környező néprajzi egységek egyes motivumjait ötvözik, köztük a mezőség, Szék és Székelyföld és Kalotaszeg. 3 részből áll: pontozó, lassú csárdás és friss csárdás. A pontozó egy legényes tánc, amelynek minden dallam sorához egy-egy motivumot, avagy pontot járunk. Egyszerű lábfigurákkal kezdődik, majd egyre virtuózabb, csapásos pontokat látunk. A lassú csárdás meg páros tánc jellemző a férfiak kopogásai sorozata. Ahogyan gyorsul a zene, úgy a csárdásban is egyre cifrábbak a motivumok, míg végül is kirobban a friss csárdás. The Hungarian Scout Folk Ensemble debuts its Kükölőmente choreography tonight. The Kükölőmente region of Transylvania follows the path of Kis Kükölő River from its valley to Székely land. Today's dances originate in the neighboring villages of Magyar Lapád and Lőrinc Réve. This dance cycle consists of 3 parts: pontozó, slow csárdás, and fast csárdás. The pontozó is a men's dance, earning its name from each dancer's selection of different steps and motifs, or points, to the rhythm of the music. Starting with simple leg twists and jumps, the dance builds to a virtuistic slapping finale. The csárdás es, characterized by the men's stomping steps, also build in tempo and energy. As the slow csárdás music quickens, the steps and figures become more complicated, finally breaking out into the fast csárdás. Aki rendelt tortát a kávéházba, az a műsor után szedje föl. If anyone ordered cakes in the Budapest Cafe, please pick it up after the performance. Thank you.